Csatlós Pált köszöntöm itt a stúdióban, aki a Romániai Magyar Közgazdász Társaság új elnöke. Gratulálok a tisztséghez, és sok sikert kívánok hozzá. És erről beszélgetünk itt a következő percekben. Június 25-én választott az RMKT új elnökséget. Mi ennek az előzménye? Tehát, hogy amúgy is elnökségváltás lett volna? Amúgy is elnökségváltás lett volna. Hát erről az új elnökségről annyit elmondanék, az az érdekessége, hogy az első olyan generáció, amelyik nem volt ott az RMKT-nak az alapításánál. Tehát ez és teljesen friss elnökség. Én vagyok az egyedüli régi tagja, hogy úgy mondjam. Alelnök voltam már 2009 óta, és van, hát van egy ifjúsági elnökünk, aki az ifjúsági frakciónak az elnöke, és az tagja az RMKT Értem. Elnökségnek, tehát ő is mondjuk úgymond régi, és van 5 új tagunk. Tehát van tapasztalata, ez most akkor új generációt jelent új gyakorlatilag az RMKT-ban. Új lendület. Igen, mit jelent ez a lendület? Tehát hová visz ez a lendület? Hát ez szépen össze van kötve mondjuk az előző vezetőséggel, ugyanis a tavaly körülbelül az év közepétől, nem, az idei év elejétől, tehát még a télen elkezdtünk egy olyan folyamatot, hogy újraértékeltük a céljainkat, a küldetésünket, a jövőképünket, az értékeinket. Ehhez minden helyi szervezet hozzászólt, elmondták a véleményüket. És ez egy új statutumot is jelent ezek szerint, vagy nem? Nem új statutum, hanem minden szervezet életében van egy ilyen fázis, egy ilyen helyzet, amikor érdemes visszatérni és fölülvizsgálni a célokat, a víziót, és ez nálunk úgy megtörtént. És mi az, ami pluszba bejött? Hát igazából az jött pluszba, hogy, vagyis nem mondhatom, hogy pluszba jött, hanem egy picit jobban körvonalaztuk, és határozottabban leírtuk azt, hogy mit akarunk csinálni. Tehát az a víziónk, hogy az RMKT a romániai magyarság gazdasági megerősödését és fejlődését folyamatosan támogató, meghatározó szervezet kell legyen, és 4 irányba akarjuk ezt megvalósítani. Tehát, hogy országos és regionális gazdasági projekteket akarunk kezdeményezni és aktívan támogatni. Igen. A romániai magyar közgazdászokat szakmailag összefogni, aktivizálni. Ezzel kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy rengeteg nagyon értékes ember van, aki nagyon komolyan dolgozik, nagyon magas szakmai szinten van, és a tudása ott van, őt segíti mondjuk, fejleszti magát. De a közösséget nem segíti annyira, nem, ez a tudás. Igen, és ezeket megpróbáljuk megszólítani különböző rendezvényeken Értem. Belül, hogy, és ezek az emberek általában nagyon szívesen megosztják a tudásukat. Csak valaki meg kell szólítsa őket, és fel kell ismerjék, hogy ez egy kincs, ami náluk van, és hogy... És hogy ebből profitálni tud akár ez a közösség Igen. Akkor egy harmadik irány a vállalkozók, vállalkozások, szövetkezetek, közbirtokosságok szakmai támogatása. A negyedik... Ami azt jelenti, hogy bárhol elakadnak bizonyos bürokrácia fonalon, akkor az RMKT-hoz fordulhatnak segítségért? Igen, felkereshetnek. Ezelőtt egy évvel talán volt egy konferenciánk, amit a közbirtokosságoknak szerveztünk. Persze velük együtt, ők is ott voltak, ilyen információkat hallottunk, hogy több, tehát rengeteg pénzük van, ami ott fekszik a bankban. És nem tudják, mire használni? Nem tudom, hogy nem tudják, vagy nem tudom, hogy mi történik, de hogyha például ezt az összeget felhasználnák egy uniós pályázatnak az ön részéhez, ezt meg lehetne, mit tudom, tízszerezni. Tehát, hogy ilyen esetben léphet közbe az RMKT, igen. És azt mondja, hogy szaktanácsadás is egyrészt, másrészt pedig, hát ugye utána is kell istápolni, meg pátyolgatni bizonyos. Tehát, hogyha szükség van rá, nem akarunk tolakodni, vagy valami ilyesmi, de hogyha valakinek ilyesmire van szüksége, mi nagyon sok, rengeteg szakembert tömörítünk, ismerünk, és ezeket aktiválni tudják akár a cél érdekében, és a negyedik vonal? A negyedik vonal a romániai magyar gazdasági kutatás és oktatás támogatása, és a végzősök integrálása. Mennyiben kap lehetőséget egy végzős diák, mert hogy ugye azért 10-esével, hanem 100-assával végeznek a közgazdaság tanegyetemet a diákok manapság, na most felvesz a piac ennyi embert?
A jó embereket biztos, hogy felveszi a piac, és mi ilyen irányba próbálunk elmozdulni, hogy azokat az embereket, akik fejlődni akarnak, segítsük. Elindítunk például az idén egy úgynevezett vállalkozás katalizátor programot, ez egy mentoring program lesz fiatal kezdővállalkozóknak. Első lépése az lesz, hogy összeírjuk azokat a szakembereket és gyakorlott közgazdászokat, vállalkozókat, akik hajlandóak adományozni a saját idejükből, úgymond. Rendszeresen, heti egy alkalommal leülni az illetővel, és egy órát vagy két órát beszélgetni a problémáiról, megoldásokat javasolni. Értem. Tehát ezeket összeszedjük. Tehát ez a mentor feladat. Igen. Mentorokat össze fogjuk szedni, akik részt vállalnak, és utána, tehát ez egy RMKT és RMKT ifjúsági frakció koprodukció, hogy mondjam, és utána megkeressük azokat, akiknek szükségük van erre a tanácsra. Már, tehát van már egy-két ilyen kezdeményezés, és egy ilyen, hogy mondjam, próba, szerűség. Igen, tavaly előtt beszéltünk pontosan egy ilyen listának az összeállításáról, ami a piacot illeti, tehát hogy azok a cégek, akik foglalkoztatnának fiatalokat, és olyan diákok, akiknek az eredménye megkívánja azt, hogy segítsék, ifjúsági frakcióval. Lett aztán a következő, mi lett a kimenete? Hú, ezt nem tudom, de szerintem valószínűleg, tehát valamit csináltak, csak nem jutott még hozzám információ. De az is egy nagyon jó kezdeményezés volt, igen, kérem. Annyit megemlítenék, hogy ilyen nevek csatlakoznak a programhoz, mint például Kosza Alice, tehát a MOL Romániának az első igazgatója, aki már jelezte, tehát beszéltünk vele, és azt mondta, hogy szívesen foglalkozik egy ilyen... Cégneveket ne említsünk, de azért értem én, hogy olyan cégvezetőket kérnek föl, akik ugye azért a bizonyos fiatal közgazdászok esetében igencsak hát potenciális. Nem? Igen. Mint munkáltató. Igen. Értem. A célokról beszéltünk, esetleg eseményekről beszéljünk egy kicsit, hiszen az RMKT minden évben megszervezi az éves vándorgyűlését, hogy aminek azért egy kifejezett tematikája van, és mindig hát az adott év vagy az adott helyzet éppen aktuális gazdasági problémájára vetít rá. Igen. Az idén ez is egy premier lesz, hogy úgy mondjam, tehát először fogunk Erdélyen kívül vándorgyűlés, nem Erdélyen kívül mondjuk, mert volt egy Magyarországon, Debrecenben egyszer, és viszont tehát a Kárpátokon túl Bukarestbe fogjuk szervezni az idén. Miért éppen Bukarest? Azért, mert Bukarestben létrejött egy nagyon aktív szervezetünk, és ők már 3 éve jelentkeztek, hogy ők szeretnének egy valami nagyon komoly RMKT rendezvényt odavinni, és most érett meg ez a dolog, tehát oda jutottunk, hogy meg tudjuk szervezni. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az RMKT, mint Magyar Közgazdásztársaság, a Román Közgazdásztársaság, vagy bármiféle szakmai szervezetekkel együttműködik, vagy sem? Nem feltétlenül. Nem. Csak tehát egy romániai Magyar Közgazdásztársaság Bukarestbe fogja megszervezni. Tehát nagyon-nagyon ügyes, aktív szervezetünk van, olyan kezdeményezéseik voltak például, mint az a szép. Ez egy olyan projekt, hogy a székelyföldi kistermelőket elviszik Bukarestbe, van egy kiállítás, egy vásár. Nem tudom, lehet, hogy itt is voltak a tévébe, de a bukaresti tévében mindenképp. Igen, hogy megmutatkozni gyakorlatilag a mi régiónkon kívül is azzal, amit mi fel tudunk mutatni, és amelyek a mi értékeink. Igen. Tehát ez egy óriási kihívás lesz, tudatában vagyunk. Odavinni az embereket, elszállásolni. Az értékes előadások biztos, hogy nem lesznek probléma, tehát ott biztos, hogy kapunk olyan szintű. És a tematika az idén mi lesz? Románia a gazdasági kilátásai. Uh-huh. És most aztán van, amiről beszélni. Van. Ugye most itt nem megyünk bele a témába, de hát miután ugye Anglia úgy döntött, hogy mégse szeretne Európai Uniós tag lenni, az bizonyára valamilyen szinten Romániát is gazdaságilag igencsak befolyásolja. Erre talán majd egy másik alkalommal fogunk kitérni. Más szakmai előadások, konferenciák netán, amelyekre akár külsősök is bemehetnének, hiszen én biztos vagyok benne, hogy a gazdaság, mint olyan, nem csak feltétlenül a közgazdász hallgatókat, vagy magát a szakembert érdekli, hanem lehet a laikust is, aki úgy belehallgatna bizonyos dolgokba. Igen, hát az idén folytatjuk a pénzmágnes vetélkedőt,
amit szeretnénk kiterjeszteni egy másik Kárpát-medencei régióra is. Remélem, hogy sikerül ezúttal. Ezt a kolozsvári magyar főkonzulátussal együtt szervezzük, és ami most közeledik, tehát egy közelebbi rendezvényük, ez mondjuk belsős rendezvény, a helyi vezetők találkozója, megbeszélése, hogy lássuk, hogy hogyan tudjuk jobban aktivizálni a szervezeteket. Kolozsváron persze mennek továbbra is ezek, tehát most jön egy ilyen szünet időszak, de mennek tovább, megy a business vitamin, tehát a vállalkozóknak. Tehát, hogy a már jól bejáratott rendezvények és konferenciák, azok folytatódnak, amennyiben 10 másodpercben meg tudja fogalmazni a prioritást, a célt, akár a lendületnek milyen nevet adna. Hú. Új értékes emberek bevonását szeretném, ez lenne a legnagyobb prioritás. Olyan emberek, akik eddig is dolgoztak magas szakmai szinten, és van megosztani való értékes információjuk. Ezeket beszeretnénk vonni az RMKT-ba, és aktivizálni őket. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Csatlós Pála az RMKT új elnöke. Nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm.